Orbán Viktor azzal, hogy Donald Trumpot támogatja, az európai és a magyar érdekkel megy szembe, a külpolitikája árulás. Hiszen amire Donald Trump készül, a számunkra konkrétan életveszélyes. Orbán Viktor ellátogatott a szerelméhez, Donald Trumphoz Amerikába, ahhoz a Donald Trumphoz, aki már nagyon szívesen magára hagyná Európát katonailag, aki épp el akarja engedni a kezünket, hogy kedvet csináljon Putyinnak egy európai háborúhoz. Viktor és Donald így akarják nagyját tenni Európát, Make Europe Great Again. Aztán a vezér hazajött és interjút adott egy mikrofonálványnak, amely interjúban többek között arról is beszélt, hogy miért látogatott az USA-ba. Tekintettel arra, hogy az amerikai-magyar kapcsolatok a politika világában ma kifejezetten rosszak, pedig szövetségesei vagyunk egymásnak, ezért megpróbáltam ezt a kapcsolatot kiavítani. Tehát azért mentem Amerikába, hogy az amerikai-magyar politikai barátságot azt helyreállítsuk. A vezér azért ment ki Amerikába, hogy helyreállítsa a politikai barátságot. Méghozzá úgy, hogy nem a demokratákkal találkozott, akik jelenleg az usa vezetik, hanem Donald trump -al. De milyen rossz kapcsolatot kellett neki kiavítani a trump -al? Hiszen tök jóba vannak. Jó, hát az igaz, hogy Donald bácsi néha összekeveri őt Erdogánnal, vagy Magyarországot Törökországgal, de én úgy látom, hogy trump teljesen jó a viszony. Ha Orbán Viktor szeretett volna javítani az amerikai-magyar kapcsolatokon, akkor a demokratákkal kellett volna találkoznia, nem pedig Donáldal randizni. Neki, mint Magyarország miniszterelnökének amúgy sem az a dolga, hogy ahhoz menjen, annak udvaroljon, aki szerelmes, hanem aki az elnök. Mondjuk az igaz, hogy Viktor és Donald egy nagyon szép pár. Összeillenek, ez nem vitás. Donald Trump arca már pont annyira narancssárga, mint a Fidesz logó. De ettől még egy hatalommal lévő miniszterelnöknek egy hatalommal lévő amerikai elnökkel kell találkozni. Feltéve, hogy tényleg az a célja, hogy rendbe tegye a rossz kapcsolatokat. Csak hogy Orbán Viktor nem teljesen mondám igazat. Valójában nem Amerikával épít jó kapcsolatokat, hanem kizárólag trump akivel már amúgy is jóba van. Ő volt hosszú idő után az első olyan elnök, akinek az ideje alatt nem indult háború. Tehát róla tudjuk a az elnöki működéséből tudjuk, hogy ő a béke embere. És most sem rejti véka alá a véleményét, ő világosan megmondta, hogy az ő célja, hogy békét teremtsen az orosz-ukrán háborúban. Tudjuk, hogy Trump miféle békét akar Ukrajnában, ő úgy képzeli el a békét, hogy kiszolgáltatja Ukrajnát Putyinnak. Ráadásul azt is pontosan tudjuk Trumpról, korábban nyilatkozott már erről, hogy nem nagyon akar ő ezt a nato -t. Hát ebben Siffer Andrással ért egyet, aki szintén nem akarja. Mindenki pontosan tudja, hogy Trump győzelme esetén nagyon szansos, hogy Amerika kiszáll a nato ami a NATO megszűnését jelenti. Ha pedig a NATO megszűnik, Európa és menne Magyarország lényegében katonai védelem nélkül marad, pontosabban kizárólag magára számíthat, ha Oroszország átlépi az unió határát. Trump győzelme nagy eséllyel Európa és Magyarország kiszolgáltatottságát fogja eredményezni. Ez minden csak nem a magyar érdek. Még maga Orbán Viktor is azt mondja, hogy Magyarországnak nem lehet közös határa Oroszországgal. Orbán Viktor se szeretné, ha Oroszország megtámadhatná az Európai Unió országait. Hivatalosan azt se szeretné, Orbán Viktor, hogy megszűnjön a NATO. Hivatalosan a vezér a NATO erősödését szeretné. Csak amikor mondjuk Svédország csatlakozni akar ehhez a katonai szövetséghez, ami erősödést jelentene, ugye, akkor neki áll szivatni a svédeket, amíg csak teheti. Meg elmegy azzal az amerikai elnök jelölt randizni, aki Magyarországot és Európát minden bizonyal ki fogja szolgáltatni Oroszországnak. Ne azt tessék figyelni, amit mond, hanem amit csinál. Orbán külpolitikája életveszélyes. Pontosabban az, amit és akit támogat, az az életveszélyes. Itt most nem arról van szó, hogy legyen -e érzékenyítés az iskolákban. Nem is a genderről beszélgetünk, hanem arról, hogy ki fogja megvédeni Európát, adott esetben Magyarországot, egy esetleges Európára is kiterjedő háborúban. Orbán Gáspár fogja megvédeni? Mert ahhoz még nagyon sok katonai képzésen kell átesnie, hogy erre képes legyen. Ha Orbán Viktor államférfi lenne, akkor most azt mondaná, hogy bármennyire is ellenszenvesek számára a demokraták, mégis őket támogatja, mert jelenleg a demokraták által képviselt külpolitika egyezik, Európa és Magyarország érdekeivel. Orbán Vitor azt hazudja, hogy ő nem az orosz és nem is az amerikai érdeket nézi, kizárólag a magyart. De amíg Trumpnak udvarol, addig teljesen világos, hogy ez nem igaz. Ha Amerika Trumpnak köszönhetően elengedi Európa kezét, az kizárólag Putyinnak jó. Trump támogatása is csak egy újabb árulás Orbán részéről, Magyarország és az EU elárulása. Csak a saját természetes nemzeti érdekeinkből kiindulva is a békében kell, hogy érdekeltek legyünk, és ezért számíthatnak ránk a béketeremtésben. A vezér már megint a békéről hablat jól, ahogy ezt már megszokadtuk tőle. De az a helyzet, hogy Orbán Viktor vagy Putyin bérenc, vagy iszonyatosan naív. És nekünk egyik se jó igazán. Hát vagy egyértelműen Putyin érdekeit nézi, vagy annyira naív, hogy képes elhinni az orosz elnökről, hogy ha győz Ukrajnában, akkor nem jön tovább. Orbán Viktor még mindig egy orosz-ukrán háborút lát, nem pedig egy nyugatellenes háborút. Pedig ha az ukránoknak nem fog sikerülni Putyint megállítani, akkor mi a jó Isten tartaná őt vissza? Erre jelenleg és pár éven belül csak a NATO lehet képes, de a NATO is csak akkor, ha létezik. Ha nincs NATO, akkor milyen megoldási javaslata van Orbánnak erre a helyzetre? Hát kb. az, hogy majd mi megvédjük valahogy saját magunkat. Tegnap a Bild című német lap azt is írta, hogy van egy titkos terve Trumpnak arra, hogy hogyan lehet befejezni a háborút. Beszéltek -e erről részleteiben is. Igen, valóban vannak elég részletes tervei arra, hogy hogyan kell ennek a háborúnak véget vetni, de de nem vagyok fölhatalmazva, hogy az amerikai, leendő amerikai elnöknek a terveiről beszéljek, ezt majd, hogy tőle legyen kedves megkérdezni, Én csak azt tudom mondani, hát, hogy, ez, lesz hogy, az ő, hogy az ő tervei, azok egybeesnek Magyarország érdekével. Nem, nem esnek egybe. És egyáltalán nem olyan titkos ez a terv, mindenki tudja, hogy mi a Trump terve. Megvonja a támogatásokat Ukrajnától, ez a nagy terv, a kiátrálás. Hogyni kell Putyint, hogy csináljon, amit akar. Nyomuljon a tankjaival, addig, ameddig akar. Ez a terv. Hol ebben a magyar érdek? Én nem mondom, hogy nem jöhet be, amiről Ormán beszél, erre van esély. Hát ugye 5% esélyt látok erre nagyjából, 5% szerintem annak az esélye, hogyha az ukránok nem kapnak elég támogatást, Oroszország békét fog kötni, és hosszabb távon megelégszik azzal, amit elért. 5. Sajnos én ebben nem nagyon tudok hinni, bár nagyon szeretnék, de nem tudok. Mert Putyin már akkor is hazudott, amikor megtámadta Ukrajnát, pontosabban előtte. Azt mondta, hogy nem fogja megtámadni, aztán megtámadta. Most azt mondja, hogy nem fog tovább jönni, de miért hinném ezt el neki? Nyilván én is azt szeretném, hogyha nem nekem lenne igazam, hanem Orbánnak ebben a kérdésben, bár tudnék neki hinni. Szerintem, ha Amerika kiszáll ebből a háborúból, abból nem béke lesz, hanem egy még nagyobb háború, ami már Európára, az Európai Unió országára is ki fog terjedni. Könnyen lehet, hogy ránk is ki fog terjedni. Putin csak addig nem fogja az EU országait megtámadni, amíg a NATO védelmet nyújt a számunkra. De ha nem lesz NATO, akkor miért ne tenni? Miért ne támadna meg? Várom az oroszpárti kommentelők válaszait. Ha Putin nem hagyja abba a birodalomépítést, és miért is hagyná abba, akkor nem az a kérdés fog felmerülni, hogy ki akarunk-e maradni a háborúból, mert a háború fog idejönni. Akkor nem lesz nemzeti konzultáció, se népszavazás, se közvéleménykutatás. Vagy ha lesz, akkor hiába lesz akkor az lesz a kérdés, hogy ki fog minket megvédeni. Tegyük fel, hogy Putyin megtámadja Európát, de csak a lipsi nyugatot, és minket megkímél, mert mi nagyon szeretjük őt. Hát én ebben sem nagyon hiszek, de tegyük fel, hogy így lesz. Tegyük fel, hogy Putyin, ez a gátlástalan elmebeteg, mérlegelni fogja azt, hogy mely országokban van liberális, és melyekben illiberális kormány, és csak a lipsi országokra fog lőni. Vajon Magyarország ez esetben mire számíthat mondjuk gazdaságilag egy háborútól sújtott Európában? Vajon hány napon belül jön majd az éhezés, meg az elcsórósodás, meg a totális káosz, ha mindenki szét lesz verve körülöttünk? Magyarország Európában van. Európa szerves része. Ha Európában háború lesz, akkor nekünk annyi. Ez ugye világos mindenkinek. Ez most nem az a világpolitikai helyzet, amikor a gender kérdés, meg hasonlós új ügyek miatt be kell áldozni az egységet, a teljes nyugat egységét. Hanem ez most az az időszak, amit kizárólag úgy lehet túlélni, ha együttműködés van a nyugati világban. Ha együttműködés van azokkal, akik szintén az egységben és a nyugat egységes fellépésében érdekeltek. Ahhoz, hogy Európa képes legyen Oroszországgal szemben ütőképes hadsereget felállítani, nagyjából 8-10 évre van szükség. Hát lehet, hogy lesz ennyi időnk, de az is lehet, hogy nem. Jelenleg nincs ilyen opció, hogy Európa megvédi magát. Jelenleg és még pár éven belül sajnos rászorulunk az amerikai segítségre. Tehát nekünk ma azért van nagy tekintélyünk Amerikában, mert mi megcsináltunk olyan dolgokat, amik ők is szeretnének, csak nem megy. Ti is érzitek, hogy mennyire tisztel minket a világ? Hát Amerika odaadná a fél GDP-ét plusz Bruce Willis-t, ha csak egy hétre Magyarország lehetne a tökük tele van a demokráciával, és irigyelnek minket, hogy nálunk ilyen már nincsen. Hát nekik meg olyan rendszerük nincs, ami pedofil iskolai igazgatókat tüntet ki, és a büntársaiknak ad kegyelmet. Ezt is irigylik tőlünk. A Balogh Zoltára annyira irigyek, hogy dollár milliókat fizetnének érte, csak hogy mi nem adjuk. Mert ő a miénk. Büszkék vagyunk rá. Jó, hát mondjuk Orbán Viktoruk van, csak nem az eredeti, hanem egy gyenge másolat. Azért az nem ugyanaz. Az eredeti példány szerencsére nálunk van, és imádjuk, oda nem adnánk semmiért. Azért szeretjük a vezért ennyire, mert például ilyen gyönyörű mondatokat tud mondani, mint ez. Magyarországon nagyon nehéz választás nyerni, Magyarországon nagyon nagy politikai küzdelmek zajlanak, ami a demokráciának a bizonyítéka. Ez most annyira gyönyörű volt, hogy hallgassuk meg még egyszer. Magyarországon nagyon nehéz választás nyerni, Magyarországon nagyon nagy politikai küzdelmek zajlanak, ami a demokráciának a bizonyítéka. Magyarországon nagyon nehéz választás nyerni, nagyon komoly politikai küzdelmek zajlanak, ami a demokrácia bizonyítéka. Hát ezt most hogy a túróba kéne érteni? Kinek nehéz itt választást nyerni? A Fidesznek? Hát én egy kicsit másképp látom, az ellenzéknek valóban nehéz választást nyerni, tekintve, hogy szarrá vannak büntetve, egy jelentős részük meg van vásárolva, és amúgy az egész tudatosan szét van verve. Törvények segítségével el van lehetetlenítve. A Fidesz sokszor annyi pénzből kampányol, mint az ellenzék, és ezért igen, nehéz választást nyerni. Az ellenzéknek, de csak nekik. És ha jön egy új szereplő, az azonnal le van járatva, hát ez se könnyíti meg túlságosan a rendszerváltást. Ez lenne a demokrácia bizonyítéka. Mi van? Magyarországon nagyon komoly politikai küzdelmek zajlanak. Megint csak mi van? Itt nem küzdelem zajlik, hanem felvásárlás, meg szétbüntetés meg a Fideszes kétharmad biztosítása a választási rendszer folyamatos alakítgatásával. Tehát ő a következőket mondja. Először is az ukrán-orosz háborúba ő nem fogadni egy fillért se. Ezért vége is lesz a háborúnak. Mert nyilván, hogy Ukrajna önmagában nem áll meg a lábán. Ha az amerikaiak nem adnak pénzt meg fegyvert, meg mellettük az európaiak, akkor ennek a háborúnak vége van. És ha az amerikaiak nem adnak pénzt, az, európaiak egy, az európaiak egymagukban képtelenek ezt a háborút finanszírozni. És akkor vége van a háborúnak. Na tessék, itt van Donald Trump nagyon titkos terve, ami az interjú elején még titkos volt, de most már valahogy nem az. Orbán Viktor maga mondja ki a szájával, hogy hogyan lesz szerinte béke Ukrajnában. Trump nem ad több pénzt, és az oroszok győznek. Ennyi. Csak hogy ebből miért következne béke? Miért olyan biztos abban Orbán Viktor, hogy ez a háború végét jelenti, és nem egy európai, egy európai nagyobb háború kezdetét? Putin megígérte neki, hogy békét fog kötni, és, és ennyi. Putin még abba sem avatta be Orbánt, hogy háborúzni fog. De Orbán Viktor most úgy tesz, mint, mintha már most tudná, hogy Putin le fog állni, ha az ukránokat legyőzi. Hát ha az európaiak félnek az oroszoktól, vagy általában szeretnének egy magas szintű biztonságot, akkor fizessenek érte. Vagy építsenek saját hadsereget, saját eszközöket, vagy ha az amerikaiakat használják erre, akkor fizessék ki az amerikaiaknak az árát, a biztonság árát. Ebben amúgy egyetértek a vezérrel. Európának valóban fizetni kell a biztonságért, de Európa fizeti is elég sokat. Donald Trump viszont bármilyen összegre mondhatja azt, hogy ez még mindig nem elég. Hát hagyjuk már ezt a hülyeséget, hogy Európa nem fizet eleget. Trumpnak van egy világos politikája. Nem akarja megvédeni Európát. Idézem Trumpot. Nem foglak megvédeni benneteket, sőt, még bátorítani is fogom az ellenséget, hogy tegyen veletek, amit csak akar. Ez Donald Trump üzenete Európának. Ez az üzenete egyébként Magyarországnak is, bármilyen kedvesen is fogadta Orbánt. És mi most ezzel a csávóval barátkozunk. Orbán teljes nyugalommal beszél arról, hogy ha Európa nem fizet eleget, akkor nem fogják megvédeni. Úgy kell neki. Jó, hát ezt nem mondta, ezt csak gondolta. Miközben Orbán Viktor elfelejt egy apróságot, hogy mi is Európában vagyunk. Azt mondja, hogy akkor legyen Európának hadserege. De ezzel azt is mondja, hogy legyen Magyarországnak is hadserege. Bizony. Majd mi megvédjük szépen magunkat Putintól. Nem kell ehhez Amerika. Hát ehhez meg sok sikert kívánok magunknak. Orbán Viktor nem aggódik miért is aggódna, hiszen ha Európának meg kell majd védenie magát, akkor nem ő fog ám a frontra menni, hanem esetleg mi. Miért is akarna ő egy olyan amerikai kormányt, ami nem lépteti ki az USA-t a nato és továbbra is megvédi Európát? Ez csak a magyarok meg az európaiak érdeke, nem az övé. Magyarországnak egyébként egyáltalán nem könnyű előteremteni azt a pénzt, amit ma a biztonságra, meg a fegyverzetre költünk. De tudomásul kell venni, hogy eljött az újra felfegyverkezés ideje Európában. Az amerikaiak nem fogják kifizetni helyettünk a számlákat, a biztonság számláit. Hát akkor talán meg kéne próbálni kicsit kevesebbet lopni, hogy maradjon némi pénz a védelemre, nem? De csak halkan mondom, hogy Magyarország soha nem volt, és most sincs abban a helyzetben, hogy Oroszországtól meg tudja védeni magát, amerikai segítség nélkül. De Orbán szerint Trumpnak igaza van. Ha nem találja elégnek a hozzájárulásunkat, akkor nyugodtan hagyjon minket magunkra. Majd megoldjuk valahogy. És eszébe se jut azokkal tárgyalni Amerikában, akiknek a győzelme jóval nagyobb biztonságot garantálna számunkra. Ez fel sem merül, hiszen, hiszen ők lipsik, Hát inkább beledöglünk, de nem leszünk a lipsik barátai, mondjuk azért is jó támpékkal haverkodni, mert ha baj lesz, akkor lesz ki ez menekülni. Hát nem lehet mindenki Zelenszkij, Vannak olyan országvezetők is, akik inkább elhúznák a csíkot, hogyha veszélyben az ország. Én nagyon remélem, hogy nem lesz olyan helyzet, amikor a vezérnek meg kéne hozni ezt a döntést, mivel én nem nagyon látom menne az Zelenszkijt. Nehezen tudom elképzelni róla, hogy velünk maradna egy ilyen szituban. Orbán Viktor taktikázik, amikor Trumphoz megy és nem tárgyal a demokratákkal, pedig stratégia kéne. A stratégia az lenne, hogy Amerikát és Európát egy szövetségi rendszerben tartjuk, amíg lehet, mert ez az egyetlen, ami nem életveszélyes például a magyarokra. Csak azért nem fogalmazok úgy, hogy Orbán Viktor háborúba sodorja Európát és Magyarországot, mert lényegében nem rajta múlik az amerikai választás. De hogyha rajta múlna, ha komolyan tudná befolyásolni a végeredményt, ha valóban világpolitikai tényező lenne, akkor ez a kijelentés sem lenne erős, egy picit sem. Hiába beszél éjjel-nappal a békéről, nem a béke irányába mutat az, amit művel, hanem épp ellenkezőleg. És azt sem mondhatjuk egyébként, hogy semmilyen felelőssége nincs ebben, mert ugyan nem ő dönti el az amerikai választást, de azért egy pici hatása nyilván van rá. Nem akkor a világpolitikai tényező, hogy érdemben tudja befolyásolni, de sajnos hallatszik a világban, amit mond, látszik, hogy hova áll. Tehát némi felelőssége azért van. És az a baj, hogy amikor már itt lesz a háború, akkor hiába okoskodik Rogán Antal, hiába fogja elhitetni a magyarok többségével, hogy erről is a baloldal tehet, és különben is a nyugat a felelős azért, hogy megtámadták akkor már késő lesz okoskodni és ravaszkodni. Akkor már az is késő lesz, hogy feliratkozzatok a Dévvilág a csatornára, de a jó hír az, hogy most még nem késő, úgyhogy hajrá! Iratkozzatok fel, és nyomjátok meg a kis csengőt, ha nem akartok lemaradni egy videóról sem, nyomjatok lájkot is. Most pedig szeretettel ajánlok nektek egy leleplező videót, ami történetesen engem leplez le, és kiderül belőle, hogy milyen gonosz erők állnak mögöttem ez a videó, amiből kiderül rólam az igazság, itt van alattam idekő kattintani. Én ennyi voltam mára, de hamarosan újra jövök, pusz!